A Vatikán kért bennünket, minden püspököt a világban, hogy ezt a dokumentumot a eddigektől eltérő módon igyekezzünk minél előbb, ha lehet, még azon a napon, amikor a Vatikánban bemutatásra kerül, bemutatni a helyi közösségnek is, hiszen az a téma, amiről szól, vagyis a teremtett világ védelme, az nem egy-egy elszigetelt embernek, országnak, közösségnek az ügye pusztán, hanem az egész emberiségé, és egy nagyfokú összefogás megteremtésére hív bennünket a Szent Atya, hogy más Krisztus hívőkkel, más vallású, vagy nem hívő emberekkel is törekedjünk egy együttes, harmonikus munkára, hiszen a teremtett világ óriási veszélyben van, anélkül, hogy most itten apokaliptikus gondolatokat vetnénk föl, a Szent Atya rávilágít néhány nagyon akút problémára, akár a víz, akár a GM-kezelt növények, és sok minden másra, amelyek azt mutatják, hogy bizony itt súlyos problémákkal állunk szemben, a 24. órában vagyunk, kell, hogy valamit együtt tegyünk, mint a problémák sem szorítkoznak egy-egy ország határon belőle, ugyanúgy a megoldásokat is együtt kell keresnünk, és hogyha a közös felelősség érzetünk megvan, akkor egészen biztosan jó emberek összefogva tudnak hatékonyan cselekedni, mert hogy a Szent Atya fogalmaz, ő hisz abban, hogy az ember nem csak a rosszban tudja önmagát felülmúlni, hanem a jóban is. Ennek a megszervezése most, ami előttünk áll, ez a feladat, hogy igyekezzünk a magunk területén is ezügyben bármit tudunk tenni, tegyük is meg.